Togó, vagy hivatalos nevén Togói Köztársaság egy tengerparttal rendelkező állam Nyugat-Afrikában, mely államhatárait összesen három országgal, Gánával, Burkina Faszóval és Beninnel osztja meg, mégpedig oly módon, hogy nyugatról Gána, északról Burkina Faszó, keletről Benin határolja, míg partjai körül déli irányból a Guineai öböl összeköttetésében az Atlanti-óceán vize hullámzik. Az ország államhatárainak összes hossza 1647 km, melyből Gánával 877, Beninnel 644, Burkina Faszóval 126 km-en határos, míg tengerparti szakaszokra egy rövid, mindössze 53 km-es sáv jut. Togó területe egyéb iránt 56.785 négyzetkilométer, népsűrűsége 152 fő per négyzetkilométer, lakossága egy 2022-ben készült népességszámlálási becslés szerint kereken 8.700.000 fő, fővárosa Lomé, az egy főre eső GDP aránya 682 USA dollár, mely részesedési kvótája alapján a szegény országok közé sorolandó. Amennyiben Togó területét természetföldrajzilag tüzetesebben átvilágítjuk, ráeszmélhetünk, hogy csak úgy, mint az előzőleg ismertetett Gánát, alapvetően három nagyobb tájegységre bonthatjuk, melyek a következők. Felső Guinea, Szudán régió és az Atacora-hegység. E három előzőképp említett tájegység közül Dióhéjban elsőként a Szudán régiót mutatom be nektek, mely Togó északi részén húzódik végig. Az egykori francia Szudántól, azaz jelenlegi Malitól, egészen az Abesszin magas földig terjedő nagy táj, azonban nem csak Togó felszínét fedi le, hanem rajta kívül még további 16 országon is áthalad, melyek a következőképp hangzanak. Szenegál, Gambia, Bissau-Guinea, Guinea, Sierra Leone, Elefántcsontpart, Mali, Gána, Burkina Faso, Benin, Niger, Nigéria, Csád, Szudán, Dél-Szudán, és a Közép-Afrikai Köztársaság. Emellett fontos kapcsán még az is, hogy egyfelől a Szahara, Száhilöv és Etiópia között található, másfelől neve arab eredetű, hiszen a Bilad-as-Szudán elnevezésből ered, melynek magyar jelentése a feketék földje. Néhány mondatos összefoglalónk második és egyben utolsó Dióhéjban összegzendő nagytáját, az Atacora, vagy másik nevén Togó-hegység jelenti. A hegyvidék úgy húzódik végig az államon, hogy érinti Gána, Benin és Burkina Faso területét is. A hegyvidék átlagos magassága 600 méter, legmagasabb pontja pedig Benin területén található, melynek tengerszint feletti magassága 658 méter. Ismerkedjünk meg hát Togó az iméntiekben néhány szóban bemutatott és felsorolás szinten ismertetett nagy tájegységeivel kicsit részletesebben. Togó első nagy természetföldrajzi tájegységét a tengerpartjai mentén elterülő, s rendkívül gazdag flórát, illetve faunát magába tömörítő ökorégiója a guineai mangrove erdőségnek is nevezett Felső Guinea jelenti. A nagy táj úgy nyúlik el az állam partjai mentén, hogy területén kívül még további 13 országon is keresztül halad, melyek a következők. Szenegál, Gambia, Bissau-Guinea, Guinea, Mali, Libéria, Sierra Leone, Elefántcsontpart, Gána, Burkina Faso, Benin és Nigéria. A tájegység sajátos jellemzője, hogy guineai partvidékét mélyen a szárazföld belsejében nyúló mocsárvidékeket, folyóvölgyeket és folyótorkolati szegmenseket magukba tömörítő úgynevezett riák szabdalják, melyek együttesen számos apró szigetet formálnak.
Ilyen szigeteken épült fel, példának okáért a guineai főváros Conakry is, mely Tombó és Kalum szigeteit foglalja el ennek megfelelően. Felszínét vöröses-barna színű trópusi laterit talaj borítja, mely tulajdonságát az általa tartalmazott vasoxidnak köszönheti. Tengerparti régiói itt-ott sziklás kiemelkedéseket rejtenek magukban, melyeknek alapfelépítő kőzete a gránit és grejsz, de előfordulnak homokkő képződmények is. A táj további fontos földrajzi ismérve, hogy egyfelől nagyjából 50-80 km széles, és déli szakasza jóval szélesebb az északi partvidékénél, másfelől számos, a Futajallon hegységben eredő folyó szeli át területét, melyek mindegyike az Atlanti-óceán felé szállítja a hegyekben összegyűjtött esővizet. Ilyen folyói példának okáért a Fatala, Konkure és Kolente folyók. A Szudán régió a nyugat-afrikai Malitól, régebben Francia Szudán, egészen az Abesszin magasföld nyugati szegélyéig terjed, melynek okán összesen 16 országon halad keresztül, melyek a következők. Szenegál, Gambia, Bissau-Guinea, Guinea, Elefántcsontpart, Mali, Ghana, Burkina Faso, Togo, Benin, Niger, Nigéria, Csád, Szudán, Dél-Szudán és a Közép-Afrikai Köztársaság. Ha azonban lokalizálni szeretnénk elhelyezkedését Afrika térképén, akkor a Szahara, Száhilöv és Etiópia között elterülő tájegység, mely úgy helyezkedik el imént említett állam és nagy tájak között, hogy északról a Szahara és Száhilöv, keletről Etiópia határolja. További fontos földrajzi ismérve még, hogy mivel több csapadékot kap, mint a Száhel, ezért egyfelől füvei magasabbra nőnek, másfelől termékeny talajjal is rendelkezik, melynek okán fontos mezőgazdasági terület szerepét tölti be az itt élő népek számára. Ugyanakkor további kiemelendő tényező a vonalon tovább haladva, hogy területét a kameruni fennsík nyugati és keleti részre osztja, s előbbi egységétől délre egy újabb nagy táj, a guineai szavanna, keletre a Dél-Szudánnál már részletesebben bemutatott Szad mocsárvidéke, míg a kelet-szudáni térségtől délre pedig az észak-kongói szavanna erdőségekkel tűzdett egysége húzódik. A régióval kapcsolatban hozzá kapcsolódó ismertetőnk végére érdekességképp megjegyzendő, hogy neve arab eredetű, hiszen a Biladas-Szudán kifejezésből származik, ami magyarra fordítva annyit jelent, a feketék földje. Togó harmadik és egyben utolsó nagy természetföldrajzi tájegységét az Atakora vagy Togó-hegység jelenti. A hegyvidék alapjában véve szinte teljes egészében Togó középső szegmensén vonul végig délnyugat-észak-keleti irányban, azonban egyes szegmensei átnyúlnak Ghana, Benin és Burkina Faso területeire is. Atakora a szempontból is érdekes hegyvidéke az államnak, hogy a lábánál elterülő szavannák felszíne hullámos kialakítású, melyet a Volta folyó mellékágának az Otinak köszönhet, amely kanyargós mi volta okán alakította ki a felszín forma jelenkori arculatát. Emellett déli részén egy a tengerpartok felé enyhén lejtő fennsík húzódik, melyen egy újabb folyó, a Mono kanyarog, és siet a guineai öböl felé. A hegység átlagos magassága egyébként 600 méter, s legmagasabb pontja pedig Benin területén található, melynek tengerszint feletti magassága 658 méter. Togó legnagyobb és egyúttal leghosszabb folyóját az Oti testesíti meg számunkra, melynek vízgyűjtő medencéje egyben a legfontosabb nagytájak egyikét is jelenti az állam életében. Az Oti, vagy másik nevén Panjari, a Togó-hegység területén 640 méteres tengerszint feletti magasságon ered, és útja során négy államon,
Beninen, Togón, Burkina Fason és Gánán áthaladva a Volta-tóba torkollik. A folyó sajátsága, hogy mellékfolyóinak egy része eredési pontján, míg más részük a gánai-tógói határ közelében ered, valamint régebben eredetileg nem a Volta-tóba, hanem a víztározó létesítéséig egyenest a Volta-folyóba szállította környező folyók vizeit. További fontos ismérve még az is, hogy vízjárása erősen ingadozó, melyet leginkább az itt előforduló száraz és esős évszakok változásának tudhat be, mivel előbbi időszakban medre szinte kiszárad, míg utóbbi esetben gyakran kilép medréből és elönti a környező ártéri régiókat. A folyó vízgyűjtő területe egyéb iránt 72.900 négyzetkilométer, sodrási sebessége 500 köbméter per szekundum, teljes szakasz hossza pedig 900 kilométer. Togó alapvetően a mezőgazdaságorientált országok közé tartozik, mivel lakosságának közel 70%-át ezen szektor foglalkoztatja. Agrártermelésére az önellátó gazdálkodás a legjellemzőbb, melynek keretein belül leginkább zöldségféléket, jamgyökeret, kukoricát, babot, maniókát, banánt, cirkot, cukornádat, kávét, kakaót, olajpálmát és kölest termesztenek, viszont ennek dacára az a szájos időintervallumban importra szorul.